Sok szeretettel köszöntöm a jelen podcast nézőit. Mai vendégünk Schuster Lóránt, a P-Mobil alapítója, vezetője. Üdvözöllek itt a jelen stúdiójában. Erőt, egészséget! Sashalom. Itt egy kicsit, a City. Kicsit beszélgettünk a felvétel előtt, Sashalom a minden. Ugye 1949-ben születtél Sashalmon, és már a nagymamád is, már akkor ott élt, mielőtt Sashalom lett volna, ugye? Így igaz. Mesélsz nekünk arról, hogy mit jelent neked ez a kerület, ez a városrész, 16. kerülete Budapestnek? 28 éves koromig éltem a Lombos utcában. Oda jártam általános iskolába, a Sasvár utcaiba, ahol a nagymamám is járt. A Korvin Mátyás gimnáziumba jártam, Mátyásföldre. Tehát gyakorlatilag ideig tartott, aztán elvitte katonának, és akkor az megszűnt a dolog, meg meghalt a nagymuti. De 28 évig ott éltem. Úgyhogy gyakorlatilag mindent ismerek, ami ott, legalábbis ami akkor volt. Gyermekkori éveidre hogy emlékszel? Azért az ugye 49-től kőkemény kommunizmus, 1956-ot is átélted ott. Igen, ezekről vannak emlékeid? Hogyne, hát 56-ban 7 éves voltam. Tehát amit láthattam, azt láttam, és arra emlékszem is. Mesélsz nekünk erről, hogy ez mi volt? 56-ról? Igen. Hát a leglényegesebb az volt, hogy bent voltunk a városban, október 23-án. Nagyon nehéz ezt így elmesélni, mert az akkori lámpák, ezek a sárga fényű izzókkal égtek, ilyen lapos kis fedelük volt, és ott álltunk a keleti pályaudvarán a faterral, meg az öcsémmel, akkor ott volt még a Hév, a Gödöllői Hévnek a végállomása. És jöttek a teherautók, katonák, énekeltek rajta, meg minden, és előttem van a mai napig ez, hogy a fater lehajott hozzánk, és azt mondta, hogy gyerekek, kitört a forradalom. Úgyhogy én azt 7 évesen tudtam, amit a Posgai később, 50 éve később tudott meg, hogy népfelkelés, vagy forradalom volt, vagy valami hasonló. És aztán láttuk azt, ami volt, ami igazán megmaradt bennem az, hogy a nagyapám kocsmájából átalakított 44-es rendőrös ablakán adogatták ki a fegyvereket a rendőrök a felkelőknek. Én meg ott az orgonabokrok, meg a vállabokrok mögött lapítottam, nézegettem, mi történik. A másik pedig az volt, hogy a Tupi pékség, az egy elég jó pékség volt akkoriban a nagyapám kocsmájával szemben, és mint kiderült volt az öregnek, ott abban is volt érdekeltsége, megérkezett 3 orosz tank. Már majdnem szovjetek voltak. És a lényeg az, hogy a velük érkezett magyar, aki tolmácsolt, az bejelentette, hogy elviszik az aznapi sütést, amire ott álltak az emberek. És akkor elkezdték dobálni a benzines palackokat, mi a Gödöllői Hévnek a sinek, ugye egy ilyen kis emelkedőn van rajta, és ott lapítottuk, ott néztük, és elkezdték dobálni a palackokat, és az oroszok megijedtek, és elpucoltak vissza, mentek Pest fele. Igen ám, de ez a magyar, ez a hazáruló, ez nem tudott már felugrani az utolsóra se. És akkor a fater elszaladt, ő is szaladt arra, mert az összes többi ember, és amikor visszajött, akkor megkérdeztük el, hogy mi történt ezzel az ember, azt mondja, megkapta, ami járt neki. Gondolom, hogy meglincselték. Na, ilyenekre emlékszem. És a sok minden másra is, de most nem akarom ezzel eltölteni. Kommunizmusra hogy emlékszel gyermekfejjel? Hogy élted meg azt, hogy diktatúrában? Hát tulajdonképpen diktatúrában nőttél fel. Hát gyerekként, hát hogyan érzékelni ezt az embert? Később már igen, az, de gyerekként fociztam. Tehát kötelező volt úttörőnek lenni, hoadtak jó, hát az persze, szovjet filmeket nézni. Jó, hát az persze, hát kisdobos úttörő, hát ezeket én kihagytam legalábbis, hogy emlékszem, hogy az egyikben, mint a kirúgtak volna, az úttörőből kirúgtak. Kisdobosnál, hogy semmi nem volt, adtak egy kék nyakendőt. Hát figyelj, de otthon megmondták, hogy azt kell mondani, amit elvárnak, azt kell visszamondani, és majd ők megmondják, hogy mi van valójában. És ez így is történt.
Említetted, hogy elvittek katonának, de hogyha jól tudom, akkor még ugye 2 év volt a sor katonaság. Így van. Te sokkal kevesebbet töltöttél le. Engem 1,5 év múlva kirúgtak, szó szerint. Ez hogy sikerült elérni? Hát az első az volt a kiválasztás. Ugye felsorakoztunk a gyakorlótéren, és azt mondták, hogy lépjenek ki azok, akik a Magyar Szocialista Munkáspárt tagjai. 2 gyerek kilépett, az egyik a politikai tisztnek lett a segítője, a másik a híradós. Másnap én takarítottam a szobáját. És itt sorba kérdezték, futballista MB3-ig bezárólag kiléptek, azok már délután emelgettek a pályán. Aztán autószerelő. Mondom, hogy minek kell nekik autószerelő? Hát kiderült, hogy a katonatisztek kedvezményesen zaporozsecet kaptak, vásárolhattak, és ahhoz meg egy szerelő kellett minden autóhoz. Úgyhogy mindenki lőtt magának egy szerelőt, és akkor az ott ez bütykölt rajta. Van maguk között burkoló cserépkályás. Na jó, az is kiderült, hogy a tiszti lakótelepen cserépkályákat kellett építeni, mert rossz volt a fűtés, minden jó. És így kiléptették az emberek többségét, ott maradt 130-valány ember, így ránk néztek, mi voltunk a hulladék, használhatatlan, és azt mondták, maguk az őrszázad. És akkor így lettem őrkatona. És hát nagy kedvem nem volt hozzá, ezt meg kell mondanom, mert gyakorlatilag egy büntető századhoz hasonlított az egész, minden másnap 24 órás szolgálat. És akkor támadt egy nagyon jó ötletem. Ugye ismert az a történet, amikor a vasutasok betartják a vasúti szabályokat, akkor gyakorlatilag megszűnik a közlekedés. És akkor én kikértem a századostól a Magyar Honvédség szolgálati szabályzatát, és elolvastam. És akkor kiderült belőle, hogy a körzetekben minimum, laktanya körzetekben minimum 2,8-3,6 köbméter között kell essen egy-egy bakára, és egy hajnapban megmértem egy barátommal a körlet szélességét, hosszát, magasságát, kiszámoltam, és kiderült, hogy mélyen alatta volt, mert 140-en voltunk egy körletben. És akkor kitört a botrány, mert egy ilyen tértévevényes levélben megírtam a palaszt a minisztériumnak, vizsgálat, minden, szolgálati szabályzat, tehát a könyvben le van írva, 2,8 minimum, és el kellett költöztessenek 20 vagy 30 valány embert a körzetből. Az egy nagy mutatványám. Na és akkor onnantól kezdve semmi más nem kell csinálnom, csak azt néztem, hogy ezek mit kavarnak. És hát ami emlékezetes volt még, hogy akkoriban volt az akkori Szovjetunió és Kína között volt egy kisebb világháború, az Uszuri folyó vidékén, nem tudom, hogy erre emlékszel még, vagy már, és ugye akkoriban volt Mao Tse-tung és Enver Hoxha. És én bementem a könyvtárba, és találtam ilyen könyveket, ezeket kivettem, és bevetettem az ágyamba. Írtam egy levelet, megint a minisztériumnak, hogy nem szeretném, hogy politikailag képzetlen, életlen honvéd elvtársa kezébe kerüljenek Mao Tse-tung és Enver Hoxha könyvei, és akkor úgy tudom, hogy kivonták ezeket a honvédség összes könyvtárából ezeket a könyveket. Kutya nem olvasta, tehát mikor a szexfilmek lettek volna a könyvtárban, hogy... Na mindegy. És ez így ment tovább, szóval gyakorlatilag folyamatosan préseltem őket, de az igazán az jött be, amikor írtam egy dolgozatot a Sorkötelesek szabad vallás gyakorlata a Magyar Néphadseregben címmel, és azt kénytelenek voltak fontolóra venni, mert akkoriban Lengyelországban, az erősen katolikus Lengyelországban katolikus tábori lelki szolgálatok működtek. Tehát nem volt példanélkül való a táboron belül. És akkor 2 részletben tájékoztatták a laktanyában lévőket a magyar állam és a honvédség viszonyáról, lebontva vallásokra, minden, amit el tudsz képzelni, és engem meg beküldtek a kecskeméti kórházba, ahol felhúztam a nadrágomat, valamit motyogtak az orvosok, jó, visszaengedheti, és 2 hét múlva leszereltek, békében és háborúban alkalmatlan. Ennyi sem indoklás, hogy... Hát nem, meg akartak talán szabadulni.
szombatra szólt a laktanyi elhagyási papír, ami pénteken már kirúgtak. Hát ott mászkáltam föl a Farmer Szerkóban, gondoltam, hogy megőrültek az elvtársak, hogy jó. Hát nem, egy fertőző gósz voltam. Hát nem az volt a baj, én nagyon bírtam a katonáskodást, tehát úgy mentem végig a pályán, mint a húzat háromszor is, tehát nem ez a kérdés, hanem egyszerűen idióták. Szóval volt úgy, hogy felállítottak, mint vegyi sugár megfigyelőt, mert az voltam spéciben. Reggel hajnalban felállítottak, én este még mindig ott álltam. És akkor jött valami magasrangú tiszt meg a körülötte lévők, maga, amit csinálját? Jelentem ilyen számú, hogy felállított, blablabla. És mióta van itt? Mondom, reggel óta. És nem váltották még le? Mondom, jelentem, nem. Na és akkor botrány. Tehát botrány hátán. Kint a őrségben, Lukas csizmát adtak. Jött az ellenőrzés. Van panasza? Van. Mi? Mondom, Lukas a csizmám. Szóval gyakorlatilag szétlettek zúzva. Nem tudták teljesíteni a saját normáikat sem. A zene mikor jelent meg az életedben? Ugye mikor voltál katona? Mert ha jól számolom, akkor ilyen 20-as éveidben lehettél katona még a... Hát 67-ben érettségiztem, és utána vittek el. 60, igen, tehát 69-ig lettél volna, hogyha végig igen. húzod, de akkor 67-ben le is szereltél. Nem, érdekes módon a zene az mindig vonzott, tehát most a gyerekkorra kérdeztél, és úgy konkrétan nem beszéltünk róla, de a nagyanyámnak volt egy Philips rádiója, ez a macska szemes, amikor csavargatni kell a gombot kicsit jobbra, kicsit balra, na most van meg. És persze mozgott azért, és akkor érdekes módon, hogy egész kicsi voltam, és ilyen keleti adókat fogtam, ahol ilyen, most hogyha kis túlzással azt mondanám, olyan volt, mint a Led Zeppelinnek a Kashmirja, tehát ilyen keleti hatású zenék voltak, monoton, visszatérő és a többi. Aztán, amikor később megjelent már a beat zene, tehát akkor már gimnazista voltam, akkor gyakorlatilag a Szabad Európa Rádió jött a 16, 19, 21, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon, és nem csak azt hallgattuk, hanem a Robán Szabad Európát, a Csehet, a Szlovák, minden Szabad Európát hallgattunk, mert mindenhol volt zene. De hallgattuk a BBC-n a Bobby Gordont, a délvidéki futótüzet, szóval gyakorlatilag mindent. Tehát akkor egész kicsi korodtól megvan ez a zene. Hát eleinte volt a török zene, meg a különböző ilyen csincsázó zene. Ilyen. Na mindegy, és akkor utána jött a beat zenen át, akkor az, de nem csak ilyen, az letaglózta a generációmat, az megjelentek azok a zenék. Nem Beatles rajongók voltunk, hanem Stones, Yardbirds, Animals, Pretty Things, és a többi, nem sorolom ezeket, és aztán utána jöttek még az újabbak. De szóval eszünket vesztettük, szóval az olyan hatással volt ránk az a zene, hogy az elmondhatatlan. Tanultál bármilyen hangszeren játszani gyerekként? Nem. Hát hogy honnan jött, hogy te zenekart alapíts? Hát nem, én nem alapítottam, én csak zenekart vezettem, hogy nem, én csatlakoztam az akkori Gezarol együtteshez, és azt mondta, illetve hát ők akkor Housebirds néven játszottak Sashalmon, meg a környéken, és akkor egyszerűen felmentem a színpadra, és akkor azt mondtam, hogy hölgyeim és uraim, a Gezarol együttes, és akkor onnantól számítom, az 54 éve volt, május 1-én lesz 50 a P-mobil, és augusztus 20-án lesz 54 a Gezarolval együtt. Tehát akkor 69-ben volt ez, ha jól számolom, a Gezarol? 54 éves. 69-73-ig. 69-73-ig. Igen. És honnan jött ez a Gezarol név? Ez... Hát nekem nagyon tetszett, mert ez a rovarírtószer, a DDT-nek volt a fantázia neve, és mindenféle csótányok ellen használták, krumplibogár, bolha, tető, mint minden. Csak aztán kiderült, hogy ez egy nagyon veszélyes, mert az állati, a növény és az állati láncon keresztül be tud kerülni az emberi szervezetbe, és főleg terhes anyáknál komoly gondot okozhat, úgyhogy be is tiltották. De... Meg a Komcsik is betiltották a zenekar nevét, mikor meglátták a plakátainkat, Gezarol mindenhol. Ez volt a plakáton? Aha, és egy ilyen nagyon egyszerű rovar állt ott, és így
De mindegy, szóval ez nem tetszett nekik. Megírta a Népszabadságtól a Ludas Matyiig mindenki, hogy hát hogy lehet ilyen néven zenekart csinálni. Uh-huh. De hát mindenki megegyezte villámgyorsan. De hogy említetted, hogy nem is ez volt a zenekar neve, ezt tulajdonképpen akkor te találtad ki. Én adtam a nevet, igen, én adtam a Gezerol nevet. Uh-huh. És utána P-Mobilt is. Hogy lett a Gezerolból P-Mobil? Betiltották. Azt mondták, hogy Schuster elvtárs, mikor behívattak az országos rendezőirodába, foglaljon helyet, nem mondom. És akkor mondták, hogy nagyon jó ez a név, mert mindenki erről beszél, mármint a Gezerolról, de változtassuk meg, mert ezen a néven nem játszhatunk. És akkor előkaptunk egy idegen szavak szótárát, és ott találtuk a Perpetuum Mobile nevet, amit leegyszerűsítettünk, mert hát még az én nevemet se tudják leírni rendesen 50 év után, úgyhogy így lett P.Mobile. Azt indokolták egyébként a hivatalban, hogy miért zavarja őket a rovarírtó szernek a neve? Magukra vették talán? Persze, vagy? Hát egyértelmű. Igen? Hát... hát ezek svábogaraknak se voltak jók, úgyhogy... hát nem beszélve arra, hogy gondolj bele, hogy a Vörösmarty téri székházban lévő irodák, tehát országos rendezőiroda, Interkoncert, hanglemezgyártóvállalat, nem sorolom még, az összes ott volt, és gyakorlatilag az összesnél hemzsegtek az ávósok. Amikor az ávót megszüntették, felszámolták, akkor ezeket mind ilyen helyekre rakták. Rádió, tévé, média és a többi. És akkor ott lopták a napot, megvették fel a fizetést, meg ellenőrizték a szocialista elveket. Úgyhogy tele volt az egész ház ilyen bolsevikokkal. Némelyik még csizmába járt, meg tudtuk, melyik volt pisztolyt magánál. Szóval teljesen elmebetegek voltak. Mm-hmm. Igazából azt nem értem, hogyha tulajdonképpen effektíve úgy nem volt a zenéhez között, hogy nem játszottál hangszeren, hogy akkor mégis hogy kerültél a Gezerolba, vagy akkor még nem Gezerol volt. Tehát, hogy jött neked ez a késztetés, hogy fölmenj akkor a színpadra, hát erre azért, emlékszel? Hát azért, mert nem tudok gitározni, attól még értetek hozzá. Hát ezen hörögtek valamikor egy pár évvel ezelőtt, hogy valamelyik operát egy olyan ember vezet, aki nem énekel, nem citerázik sem, és nagyon jól csinálja. Hát ez hol van előírva? De igazából én menedzser, producer voltam, de nem engedtek a színpadra. Pontosabban engedtek, de szervezni csak az szervezhetett, aki egy zenekarnak, egy együttesnek a tagja volt. Tehát le kellett vizsgáznom kongából. És kongáztam, ami hát ugye eleve egy számtalan számot játszottunk, ütöttem az oldal tetejét, minden, szóval óriási felhajtás. De elkövettem azt a hibát, hogy a Danyi Attila, a Scampo-nak a zenésze rábeszélt, hogy a nála lévő fodrász megigazítsa a bajuszomat. Ő adta kölcsön egyébként az Attila konga szerelését. És leültem, szöszmötölt az órom alatt minden, azt mondja, nézd meg, megnézem, és úgy néztem ki, mint egy nyugdíjas cigányzenész. Tudod, egy ilyen csík itt középen, és alul meg egy vékony csík, megvan ez a változat? Igen. Na, és hát a lényeg az, hogy a végén, mikor megkaptuk az engedélyt, mert hát a Viki Dál Gyula volt az énekes, a Ciránkus Hanyi, a gitáros, nagyon jó zenészek voltak, akkor azt mondta a hölgy, aki átadta a működési engedélyt, és az azért érdekes, tehát ez a bajusz, és egy fehér garbót vettem föl hozzá, ami azért komoly teljesítmény volt, és azt mondta a hölgy, azt mondja, ugye maga a szép fiú a zenekarban. Akkor képzelted, hogy nézett ki a többi. Na mindegy, úgyhogy ez volt a történet. És akkor onnantól kezdve szervezhettem, mert az akkori szocialista vagy kommunista vélemény szerint a menedzser az a művészen élősködő parazita, a rohadék. Na most, én most is legalább 5 ember munkáját végzem, mert a mostani új zenekaroknál már nem tudom, annyi hemzsegnek már. Én még egyedül csináltam, és egyedül csinálom még egy darabig, de szóval a lényeg az, hogy
hogy nagyon összetett, nagyon szerteágazó, nagyon sok mindenre kell figyelni, és többi, de tény az, hogy én ebben nagyon otthon vagyok, meg fölkészült vagyok, meg gyakorlatilag nem mondom el azokat a dicséreteket, amik velem kapcsolatban elhangzottak meg innen, de nézd, hogyha ezek a zenészek ezek hallgatnak rám, az azt jelenti, hogy az a tükör, amit én tartok eléjük, az hiteles. Tehát elhiszik, hogy ha azt mondom, hogy na ez nagyon jó, vagy ezt nem kéne, vagy ezt csináljuk másképp, és elfogadták mindig. A kommunisták nyomására a nevet változtattatok, de lemezetek egészen azt hiszem 81-ig nem jelenhetett meg mégsem. 10 évig nem adtak ki lemezt. 10 évig. Se rádiófelvétel, semmi. És ezt indokolták valamivel? Hogy... Hát később kiderült a lemezgyári bizalmas dokumentum, amit megszereztem, abban leírták, hogy a P-Mobil annak ellenére, hogy használható lemezanyagot adott le, hogy a zenekarban jó zenészek vannak, jó énekes van minden, annak ellenére nem adják ki ezt az anyagot, mert mi olyan számokat is játszunk, amiket ők nem szeretnek. Tehát a koncerten nem játszhattuk volna azt, amit egyébként meg szeretünk. Uh-huh. És közben nyomták a süket dumát az akkori médiában, hogy nem tudnak játszani, stúdióképtelenek, rosszak a zenék, amit el tudsz képzelni. Ez Erdős Péterhez volt kötető? Az Erdős Péter meg a bandája, hát ez ugyanaz a bagázs volt. Uh-huh. Sok kicsi klón. Uh-huh. Úgyhogy 10 éven keresztül. Nem mi voltunk az egyetlenek egyébként, nem adtak ki lemezt például a Fenyő Mikinek, aki több szempontból belepasszolt volna a történetbe, de az Erdős Péter egyszerűen utálta a Fenyőt. Holott az Omega után ő, talán ők adták el a legtöbb hordozót, úgyhogy, és akkor mégül is sikerült valahogy megmalmozni az Erdős, de azt hiszem külföldön volt akkor hosszabb ideig, amikor gyorsan kiadtak valamit. De hát ilyenek voltak. Hát gondold végig, a Neotonos Évában volt beleesve, együtt éltek grupiban a feleségével, meg a kutyájukkal, és hát mondjuk, ha belém lett volna szerelmes, akkor most jobban álltunk volna lemezkiadás ügyben, de hát ez nem így történt, úgyhogy egy végtelenül rosszindulatú ember volt. Nem tudom, hogy ez közismert ténye, hogy őben tagja volt annak a Nagy Imre-féle csapatnak, amelyik bemenekült a jugoszláv nagykövetségre 56-ban. Azt nem tudtam, Erdős Péter. Erdős Péter. Bors Jenő, a lemezjár igazgatója. Megvan? Igen. Ő a Landler Jenőnek volt az unokája. És többek között a Kossuth tér 1956 című könyvben le van írva, hogy a Bors Jenő is fönn volt a minisztérium tetején, és géppisztolyjal lőtték a magyarokat. Ez volt a lemezjári vezetés. Akkor képzeld, hogy kiküldtek bent. Miért? Szóval csak rád néztek, és már tudták, hogy nem az ő emberük vagy. Uh-huh. 81-ben ugye megjelenhetett, ugye jól emlékszem, hogy 81-ben jelenhetett ne meg az első. Ne kérdezzél számokat, mert nem. Én utána olvasgattam, úgy emlékszem, hogy akkor fele tudja, 80-as években, akkor mondom így, hogy 80-as években azért már kicsit puhult a diktatúra, majd 90-ben eljött a rendszerváltás. Ezt hogyan élted meg? Hát én nem vettem észre a rendszerváltást, de mindegy, nem hiszem, hogy puhult volna, a hálózat működik. Hát ilyen most sorba jelnek meg a könyvek, a Borvendégnek, a Mezőnek, meg a tömökinek a könyvei sorba jelnek meg, hát nem tűntek el egy percig se. Én akkoriban javasoltam, ez már persze később volt, a Csurkának javasoltam, hogy adjunk ki egy könyvet, Ki kicsoda volt címmel. Uh-huh. Érdekes dolgok derültek volna ki. Az ügynökökről? Hát vagy... nem csak ügynökökről, egyáltalán. Hogy unblock, hogy kinek hát milyen szerepe most, volt? Most van a Mezőnek a könyve, amikor kiderült, hogy az a lovasi nevezett Ürge, aki a Demjánnak volt a titkára, hogy az mekkora ügynök volt. Hát most minden nap kiborul valami. De ez csak egy, úgyhogy nem, én mai napig is érdekel, meg foglalkozom vele, a direkt politizással azzal fölhagytam, mert rájöttem, hogy nincs értelme. Nincs értelme, mert az emberek mind a két oldalon katasztrofális tudatlanság, szóval csak az ugatás van. Nem, hát figyelj, de a
dolog nagyon egyszerű, hát annak idején a mi cégünk csinálta az összes MDF rendezvénynek a hangosítását, világítását, a választás éjszakáját is. Mi csináltuk a BEM téren egyáltalán, tehát én benne voltam ebben a dologban, mint szakember. Én be is léphettem volna bármelyik pártba, de egyedül a miép volt, amivel kapcsolatban bizonyos illúziókat tápláltam, de aztán azért mentem el, amiért oda mentem, mert kiderült, hogy nem lehet nemzeti, tisztességes, radikális politizást folytatni a mélyépen belül, és akkor rögtön el is mentem. Szerencsére nem ők tartottak el. Uh-huh. Kikiáltad valaha a rólad szóló jelentéseket? Persze, az első alkalommal. Persze. De hát nekünk ezeket a jelentéseket is kikértem, de van egy másik, illetve két külön vizsgálat is van még, és amikor fővárosi képviselő lettem, akkor kollektívan megkértük ezeket is. Úgyhogy gyakorlatilag egyetlen egy átvilágításon nem mentünk át, ez amikor valaki miniszter lesz, vagy szóval amikor valami nagyon nagy góré, vagy akkor van valami vizsgálat, de gyakorlatilag azt is a Nagy Ferónak a dokumentumaiból tudtam meg, hogy a Wikidalbe sugó volt, mert az enyémbe kihúzigálták. Akkor még kihúzigálták Filztól, ahogy rá lehessen jönni, hogy ki kicsoda. Uh-huh. Aztán utána már nem húzigálták ki, de hát gyakorlatilag komoly gyűjteményem van, olyan 30-valány ember volt a környezetünkben, akiről megtudtuk, hogy besugó volt, gépkocsivezető, technikus, zenész, mint minden. A zenekarban sokszor kettő is volt. Azt a mindent. Szóval, hát gyakorlatilag csak kettőt mesélek el. A Wikidál azt jelentette rólam, hogy könyvet készülök írni Göring birodalmi légimarsalról. Ez le volt írva. Dalos ügynök jelenti. Ez azonnali ellenőrzést vezettek be ellenünk, és aztán én begyűjtöttem a Wikidál összeset, a best of-okon kívül megvan minden, és aztán persze kiderült, hogy nem írok a Göringről könyvet, meg minden, de ezt írta le. És kiderült, hogy annak ellenére, hogy ő azt mondta, hogy ő nem tudott róla, hogy ő ügynök volt, meg hogy ő nem írt semmit, ez megvan nekem 4 kézzel írt jelentés, amit Dalos ügynökként írt alá. A tartótisztje és a többi, tehát gyakorlatilag a titkos lakás, szóval minden megvan a történet, és úgy képzeld el, hogy a fővárosi művelődési házba játszottunk, és a jelentésben benne volt, hogy az ott lévő emberüket megbízzák, tehát volt egy FMA-ban lévő belügyes, hogy mikrofonozza be az öltözőnket, hogy miről pofázunk a buli előtt, meg a buli után. Erre volt kapacitásuk. És ez le van írva. Úgyhogy mindenki, aki elkezd ilyeneket, olyan mit tudtak rólatok jelenteni? Ennek a sok idióta hülyének üzenem, hogy épp eleget ahhoz, hogy az embert ne engedjék külföldre utazni, hogy ne kapjon lehetőségeket, kiadásra erre arra elég volt, hogy mi volt az a rendszer ellensége, vagy antiszemita, ez a két dolog, amivel tassra lehetett vágni bárkit. Volt olyan, akiről olvastál, és nagyon csalódtál benne? Akiről nem gondoltad volna, hogy a... Hát egyikről se gondoltam. Hát ki a fene gondolta, hogy erre van késztetésük. Jó, hát a Wikidának a 6-os kartonján is az van, hogy hazafias meggyőződésből vállalta, amit azért fenntartásra kell fogadni. Általában vagy azért kaptak el, mert valamit kellett csinálni, vagy valamit nem kellett csinálni. Tehát különböző lehetőségek voltak, és hát nem csak rendezvény volt, hanem nőkről volt szó, berekedésről, csempészetről, erről, arról, amarról, tehát minden működött, minden játszott, hogy megfogjanak embereket. De hát figyelj, de nem feltűnő az, hogy a Kalipszó Rádió 4 műsorvezetője az ügynökökre vonatkozott törvény előtti héten mind a 4-en fölállnak és kilépnek? Ugyanis ha nem lépnek ki hétfő reggelig, akkor közzé kellett volna tenni, hogy ügynökök. Itt kiléptek, és így már nem ügynökök. Legalábbis a nyilvánosság számára nem.
Hát igazából az a mai napig feltáratlan, tehát a 33 év eltelt, ugye 90 óta, és mai napig az ügynöklistákat nem hozták nyilvánosságra. Hát nekem komoly gyűjteményem van, úgyhogy én meggyűjtöm a mai napig is, mert érdekel a dolog. Úgyhogy meg jellemző, tehát nagyon sok dolgot lehet megtudni ebből, úgyhogy... De ezzel mi a terved? Mert ugye már megjelent több könyved is esetleg, majd lesz, hát nézd, van, amit megírod azt a könyvet, amit mondtál Csurkának hát, annak idején? De következő, én egy ilyen gyűjtögető vagyok, soha nem tudom, hogy mikor lesz valamire szükség. És mikor a nagy politikában elhangzik valami, akkor rögtön a fejembe lévő címké alapján rögtön előhúzom azt, ami érdekes lehet. Mondok példát azért, hogy konkrét legyen. Tehát amikor arról van szó, hogy egy országnak meg kell őriznie a szuverenitását, vagy vissza kell szereznie, akkor egy David C. Corten nevezető, egyébként zsidó származású közgazdász azt írta, hogy ennek egyetlen egy módja van, hogyha az ember, a kormányzat elfoglalja a tudomány és a kultúra állásait. Ilyen egyszerű. Itt dől el. Mondhatnék mást, unió. Most ugye most már különböző emberek nyilatkoztak, hogy hát most már nem szavaznák meg, hogy belépjünk meg, és a többi. Annak idején kiadtunk egy könyvet, amiben egy belga képviselő, aki tavaly vagy tavaly előtt halt meg, leírta, azt üzeni a most belépő országok kormányainak, vezetőinek, politikusainak, hogy mondják el a választópolgároknak, hogy az unió nem demokratikus, nem átlátható, korrupt, és a többi, és így, ahogy amit most itt tapasztalunk, ez mindent elmondott. Szerinted valaki elolvasta ezt, vagy meghallgatta? Rajta meg még egy pár emberen kívül? Nem, mentek cukrászdát nyitni Bécsbe. Megették a szalámit. Ugyanígy a NATO tagságunk az is. Hát, ki tudja, hogy hogyan lett meg az eredmény, meg egyáltalán hogyan lettünk be szuszakolva. Szóval ez nem egy egyszerű játszma ez. Uh-huh. És nekem mondom, rengeteg anyagom van, és ilyenkor abban a pillanatban le tudom venni a David C. Corten könyvét a polcról, és azt mondom, hogy itt van ez az. Tessék. Tehát, tehát felkészült vagyok, na most akkor ennyit a dologról. Említetted, hogy megcsömörlöttél a politikától? Lehet ezt így abszolút mondani? Abszolút. Megcsömörlöttél, pedig fővárosi képviselő is voltál, ugye mély színekben. Igen, hát én úgy gondoltam, hogy a show business az a genyaságnak az a középfoka, tehát az a gimnázium. Aztán rájöttem, hogy a genyaságnak az egyeteme az a politika. És hát egyáltalán nem tetszett. Szóval egyáltalán nem tetszett. Főleg azért nem tetszett, mert mondom, a Csurka és környezete, az elmélet az rendben volt, ami le volt írva, az rendben van, most is többé-kevésbé rendben van. De a gyakorlat, amit ezzel az ideológiával tápláltak, az katasztrofális volt. Úgyhogy onnan én szépen még akarta, hogy legyek 4 évig képviselő, azt mondtam neki, főnök, nem. Kösz szépen, nem. De haragba váltatok el, vagy? Nem, semmi. Mondtam, hogy nem. Elég volt. De miért mit tapasztaltam meg, ami ennyire meg... Hát tapasztaltam, hát figyelj, de amikor kikerültünk az országgyűlésből, ugye hát egy elég emlékezetes volt, akkor a Csurkát nem lehetett elérni napokig. És akkor én írtam egy... legalább 30 oldalas dolgozatot, amiben leírtam, hogy mi volt a baj, meg egyáltalán, és akkor onnantól kezdve fekete seggű lettem, úgyhogy szóval... Ez 2002. Hát fele tudja, nem igen. Tudom, mindegy, szóval... Hát ott rögtön volt olyan elnökségi tag, aki már miután kiderült, hogy nem került be a parlamentbe ami már a rákövetkező, tehát az első elnökségülése már el se jött. Sorolhatnám neked, hogy kik voltak ott az elnökségben. Én voltam az egyedüli radikális. A mi ép elnökségében? Hát, volt olyan, aki a Magyar Néphadsereg politikai tisztje volt, és csak piros tollal volt aláírni a bármit is. Ez is többek között ott ült közöttünk. Volt besugó is, minden.
Szép. Úgyhogy úgy érezte magam, mondom, én vagyok itt az egyetlen izé szélsőséges, hogy mi a túró. Szóval nem, szóval ott nagyon érdekes dolgok voltak. És azóta teljesen apolitikus lettél? Tehát nem is foglalkozol azt a politikával, mondtam, vagy hát foglalkozol vele, csak... Hát fejben. Fejben. Fejben, persze. Aha. Persze. Hát nem, hát az időnként az nem árt, hogyha az ember túráztatja az agyát, és akkor valami van, akkor előveszem a megfelelő könyvet, vagy idézetet, vagy valamit megkeresem, és akkor elégtételen nyugtázom, hogy még működöm. És mostani helyzetét hogy látod Magyarországnak itt, a, mondjuk az ukrán-orosz, most nyilván az a legaktuálisabb ukrán-orosz, vagy orosz-amerikai inkább mondjuk úgy háború tekintetében? Hát ez a következő, hát ezt azt hiszem, hogy ez az egyetlen dolog, amit szívesen elmondok, és örömmel teszem, mert az Ukrajna és a környéke, tehát a lengyelek és a többi, a moldávok, és az egész, ami ott volt, az egy a külön évfolyamot kellene elvégezni, hogy mennyi változás volt ott a határok, rendszerek, csaták, ilyen, olyan, kiszállta meg, kit, hogyan, és a többi. De van egy pont, ami megfogható. Ez a Szovjetunió. És a Szovjetunió feloszlása. Na most azok az oroszok, akik most, és ez legyen Ukrajna, vagy a balti köztársaságuk, azoknál ott ragadtak azok az oroszok, akik légiósok voltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Erdélyben, ha elmész egy szintiszta erdélyi településre, akkor biztos lehetsz abban, hogy a rendőrkapitány, a rendőrség, a különböző igazgatás, az mind román. Tehát ezeknek az oroszoknak, akik oda mentek mondjuk a Baltikumba, az volt a szakmája, hogy oroszok voltak. Na most ott ragadtak. Persze, hogy elkezdtek hörögni a ilyen jogok, meg olyan jogok, miközben gyakorlatilag ezt taposták el. Na most ugye a Szovjetunió felbomlásán ez úgy maradt, tehát ezt többször megírták, hogy most, és nem részletezem, hogy milyen szinten, de hát a jelenlegi Ukrajna lakosságának több mint 40%-a oroszul beszél, és a többi, ezek közismert tények, legalábbis azt hiszem. De gyakorlatilag ezekkel az információkkal csak azt tudom kezdeni, hogy vajon, és ez költői kérdés, mert csak röhögni lehet rajta, vajon miért nem lett volna egyszerűbb a Zelenszkijnek és a bandájának európai, vagy mit tudom milyen módon lehetővé tenni az ott élő nemzetiségeknek, hogy használják a saját nyelvüket, a kultúrájukat a bölcsőtől a koporsóig. És akkor nem halálnak meg az emberek reggeltől estig. Szóval gyakorlatilag én nem bírtam a kommunistákat, tehát most itt valaki összekeveri, mert az emberek többsége összekeveri az oroszt a kommunistával. Nem. Nagyon szeretem például a Szolzsenyicint és az írásait, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy jelen pillanatban tényleg az van, amit egy amerikai politikus sütött el, hogy az utolsó ukránik harcolni fog, mondta az amerikai. Tehát őnekik valószínűleg ez a cél, próbapálya, proxy háború, mindegy, de kérdezzek én, ez az első? Nem ez volt Észak-Korea, Dél-Korea? Észak és Dél-Vietnám? Nem ez volt Jugoszlávia? Hát gyakorlatilag a második világháború lezárása ugyanúgy magában hordozta a harmadik világháború kirombolásának a lehetőségét, mint ahogy hordozza is. Ugyanazok akarják kirobbantani ezt a harmadik világháborút, akik az előző kettőt. Na most gyakorlatilag a dolognak az a lényege, hogy ők lefutatják ezt az egészet, el fognak menni az utolsó pillanatig, aztán behátrálnak. Tehát most itt gyakorlatilag egy ilyen szkanderozás folyik, hogy ki meddig próbálkozik. Na de vajon hány olyan háború volt a második világháború lezárása óta, amiben az amerikaiak részt vettek? Több mint 100-valahány. Most nyilatkozta a kínai elnök, hogy a világban nincs olyan konfliktus helyzet vagy probléma, amiben az amerikaiak ne lennének benne.
Na most felejtsük el a Putyint. A kínainak teljesen igaza van. Na most, hogy a magyar emberek hogyan döntik el, döntse mindenki, hogy gondol, ahogy akarja, de én azt biztosan tudom, hogy az nem véletlen, hogy valahol már nem tudom melyik Litvániában, vagy hol, vagy Lengyelországban már gyakorolják az Zelenszky és csapatának a kimentését az angol sas komandósok. Szóval azért lesz egy pillanat, amikor megnyomják azért a katapultot, és konyec. De mondom, ennek semmi köze a dologhoz. Tehát itt én nem, azt sem nagyon értem, hogy mi a túrót zavarja a románt, vagy a tótot, vagy akármelyiket, hogy ki van írva magyarul. Hát itt megyek valahol a déli részeken, és ki van írva tótól a falu neve, vagy valami, hát használják a nyelvüket, csinálnak, amit akarnak. Hát ők görcsölnek azért, mert ők azok, akik rátelepedtek, ellopták, és a többi, és a többi, és becsapták a nemzetközi zsűrit, mert ugye hát az is közismert tény, hogy az Ipoly folyót elrekesztették, és jó földuzzasztották, majd rátették egy hajót, és azt mondták Trianonban, hogy az Ipoly egy hajózható határfolyó. Bruhaha. Na, hát most soroljam még. Szóval, és most is megy a félrevezetés, most is megy a hazudozás, tehát folyamatosan. Hát kirobbantotta fel az északi áramlat 1-2-t. Soroljam. Szóval csak egy csípetnyit kellene gondolkodniuk az embereknek, hogy most mi van, valójában mi van, és azt nem mondom, hogy nem gondolkodik jó néhányan, de a többség az nem. Az eszi a szalámit. És aztán utána pedig kis idő múlva, vagy ez általában az a lépcsőházi gondolkodás, hogy általában a földszinten jut eszedbe, hogy mit kellett volna mondani az ötödiken. Rájönnek, csak mondok egy példát. A fater 16 éves koromban megengedte, hogy felmenjek a padlásra, és ott volt ekkora ládák, mint ez az asztal, ilyen pántos ládákban volt, vagy 68 vagy 10 darab, tele könyvekkel. Ezek mind olyan könyvek voltak, amit az oroszok bejövetele után indexre tettek. Én 16 éves koromban tudtam, hogy a katini tömegmészállást azt német fegyverekkel az oroszok követték el. Egy Orsós nevezetű magyar professzor volt annak a tényfeltáró bizottságnak a vezetője, akik exhumálást végezték meg egyáltalán. Na most hány év telt el azután, hogy kiderült, hogy mi van valójában? A Gorbacsov térdával ment Varsóba bocsánatot kérni. De akkor mi tudtuk már, legalábbis a magyarok tudták, hogy akkor bevallották, hogy Sztálin utasítására történtek a dolgok. De az oroszoknak még mindig nem kapcsolták vissza, csak akkor, amikor a lengyel delegáció gépe lezuhant, amikor az 50. évfordulón mentek volna, hát azt nem érkeztek meg, mint tudjuk, és akkor csatolták vissza az oroszoknak, hogy ez azért jött ide, mert 50 évvel ezelőtt kiirtottunk közel 30 ezer lengyel tartalékos tisztet. A lengyel értelmiség színe javát. Na most, én 16 éves koromban tudtam azt, ami 50 éve később derült ki. Úgyhogy előnyben vagyok. Beszéljünk kicsit az együttesről. Milyen volt az a... Még ugye, arról is. Még arról is. Idén 50 éves a P-Mobil. Így visszatekintve milyen volt ez az 50 év? Hát milyen volt? Hát, hogyha egy kicsit közönségesen fogalmazva, állandóan ellenszélbe rohangáltam, és mint tudjuk a Radics Béla óta, hogy ellenszélbe csak sörös üvegbe lehet vizelni. Nagyon untam, hogy 50 éven keresztül állandóan vizelet volt az arcomon. Hát folyamatosan ellenszélben. 90 után is. Hát figyelj, de ki kicsoda volt. Hát... Különböző összefonódások, üzleti, egyéb szempontok és a többi. Tehát nagyon sok minden közrejátszott, vagy játszhatott a dologban. Úgyhogy ez nagyon-nagyon komoly
felkészültség kellett ahhoz, vagy szorgalom, vagy kitartás, a fene tudja, hogy hülyeség, hogy fönn tudjam tartani a zenekart. És leválasztották a Wikidát, aztán leválasztották a Cserhátit a Bencsikkel, és a többi. Tehát mindent hiába magyaráztam nekik, hogy te nem veszitek észre, hogy az Ozd meg és Uralkodj terv alapján kibeleznek titeket? Nem, hát akkor ennyi. Úgyhogy megkérgesedtem, a szívem kérges. Szóval hihetetlen. És hát a hazudozás, a félrevezetés és a többi. Tehát gyakorlatilag én egy végtelen békés, jóindulatú irodalom, színház szerető és a többi ilyen ember voltam, amik ezek meg is maradtak, de ez a szakma tényleg egy abszolút rossz indulatú űrgét csinált belőlem, mert állandóan erre kell fölkészülni, most hol akarnak becsapni, megmalmozni, átverni és a többi. És ezt meg kellett tennem a zenekar érdekében. És meg kell mondom azt is, hogy ha kompromisszumot kötöttem bármikor is, az csak a zenekar érdekében, tehát magam miatt soha. De volt ilyen, hogy kompromisszumot kellett kötni? Hát kénytelen voltál. Tehát most az, mi lettünk volna a főműsor, és azt mondták, hogy most akkor föléphetek, de csak a harmadik zenekarként, hát akkor is inkább elvállaltam, úgyis megcsináltuk a műsort, nem mi voltunk a főműsor, na bom, és akkor mi van. Hát ne nagy dologra gondoljál, hogy elárultam az ügyet, vagy valami, csak... Csak ilyen apró, de azért csak, ilyen kis szurkálások mondjuk. Persze, pozícióharcok és a többi. De ez 90 után is ugyanúgy folytatódott. Hát nem ugyanúgy, de azért mondom, ezek az emberek ott maradtak. Vagy a stílus egy kicsit finomodott, de... Hát figyelj, egy példa. Nem adtak ki lemez nekünk ugye 10 évig. Bejöttek a külföldi cégek, a Universal és a többi, és a többi. Magyar kirendeltséggel. Egy nem volt közöttük, aki azt mondta, hogy P-mobil lemezt adnak ki. A Kóbor János, a Meki volt az, aki mind a három lemezünket kiadta, mind a három aranylemez lett bőven. Na, kiküldtek ott akkor szerinted ezekben? Mint magyar cégvezetők a... Hát, ugyanazok gondolom. Ugyanazok, hát azért mondom, hogy... És ennek szorosan véve nincs köze a nagy politikához, ez egyszerűen egy adott szinten megy a szkander. Hát most ez mindegy, most média, hogy akármelyik részét mondhatod a dolognak, mi történt, hát tudjuk. 50. jubileumi koncertre készültök, ugye április végén. Egy napot tolni kellett, mert pont a Szent Atya látogatása lesz április 29-én, és így 30-án lesz a koncertetek, ugye? Így van. Ez jelentett valamit a szervezésben, vagy bármiben, hogy pont a Szent Atya misét tart aznap, vagy nem is tudom, mi lesz, vagy akkor találkozik a fiatalokkal ugye az arénában, amikor a koncert lett volna. Igen. Hát nézd, az egész az egy komoly manőver. Hát igaz, hogy csak egy napot kellett, és nem előre, hanem utána, és ráadásul másnap már is elsője van, tehát nem kell menni dolgozni. Elég, ha elmennek felvonulni, de a lényeg az, hogy azért ezt át kellett kódolni. Na most a mobilosok az egy más típusú közönség, mint az átlag, tehát ők jönnek egy nappal később is, tehát ez nem rendítette meg őket. Inkább azt mondanám, hogy a szervezés technikai része, a színpadtechnika, a hang- és fénytechnika, a látványtechnika és a többi, az egy komolyabb mutatvány, mert kevesebb időnk van. Tehát a Ferenc pápa elhagyja az ingatlant, és onnantól kezdve vadul elkezdenek dolgozni, hogy átállítsák az egészet. A másik pedig a Broadway szervezőiroda, nekik pedig az összes plakátot át kellett kódolni. Minden reklámfelületet, minden fizetett reklámot újra kellett csinálni, és a többi. Tehát ez egy komoly. De túl vagyunk rajta, úgyhogy most már a jegyek, azt hiszem, 6500 eladott jegy van körülbelül, ami a rendezőiroda szerint ez kimegy egy teljes telt házra, úgyhogy... Uh-huh. És hogyan készültök erre a jubileumi koncertre? Illetve van, nagyon. Van-e tervben majd 60 éves jubileumi koncert?
Hát nézd, az biztos, hogy május elsőjén másnap, tehát a rendezvény másnapján megkezdjük a második 50 évet. Ez biztos, hogy meddig tart, azt nem tudom. De egy kollégád mondta azt, hogy a P-Mobil már ilyen intézmény lett, mert nagyon sokan megfordultak a zenekarban, de a zenekar mai napig is tartja azt, amit annak idején kitűztünk magunk elé. Rockzenét játszik a zenekar, magyar nyelvű rockzenét játszik, magyar zenekar vagyunk, és a többi, és a többi. Tehát ezek mind nem változtak, és meg is maradtak. Most legfeljebb én földobom a lábamat, attól még játszhatnak. Úgyhogy azt kértem, hogy a nagy dobbőrre rakjanak föl egy fényképet, aztán hallom végig, hadd dübögön. Amíg szól, addig hadd szóljon. Nem, hát gyakorlatilag persze, hát mindennek van határa, és amíg az ember föl tud menni a színpadra, amíg tud írni egy jó számot, tud csinálni egy jó műsort, addig megteszi. És a zenekar öreg, de nem a tagok. Tehát ketten vagyunk, én 74, a szólógitáros, a Sára Elivili az 70, van egy középkorú srác, a Szabó Péter, és van 3-30-as. Tehát gyakorlatilag a zenekar átlag életkor azt hiszem 43 év. Uh-huh. Valami ilyesmire émlik. Úgyhogy még csináljuk. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.